Az FM kiemelt sportlétesítmények intézménye, korábban FTC sportlétesítmények, 1973-ban alakult. A létesítmények alapfeladata az FTC szakosztályaiban folyó sporttevékenységek feltételeinek biztosítása, sportrendezvények lebonyolítása, valamint az agrár, felső és középfokú oktatási intézmények hallgatóinak testnevelési, tömegsport igényeinek kielégítése, ezek műszaki, anyagi és technikai feltételeinek biztosítása. De hogy is kezdődött? Egykori mérkőzések filmkockáit láthatjuk. 1911-től a főváros akkor legkorszerűbb sporttelepén játszottak az FTC labdarúgói. Schlossertől Zsákig, vagy mondhatjuk Zamoráig, Európa, sőt a világ sok nagysága játszott, vagy játszadozott ezen a pályán. Az alapító, a segítő, a lelkes fradi közönség figyelmétől és buzdításától kísérve. Ezekben az években itt játszották Uccolván az összes figyelemre méltó nemzetközi találkozót is. A régi kereteket kinőtte a klub, a csapat, új pálya, új stadion kellett. A mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztérium és a hozzátartozó vállalatok, a legfelsőbb sporthatóság, társadalmi szervezetek, magánosok anyagi összefogásával elkészült, és itt van ime látó közelben az új, a gyönyörű stadion. Az Üllői úti FTC stadion jelenlegi állapota és megjelenési formája a mai kor követelményeit elégíti ki. ...1992-ben a stadion régi padjai korszerű műanyag székekre lettek kicserélve, így 17.743 néző tudja kényelmesen végignézni a mérkőzéseket. Ezzel egy időben a stadion többi része is felújításra került. A játékteret a közönségtől biztonsági kerítés és kapuk választják el, ezáltal a stadion nemzetközi mérkőzések megrendezésére az UEFA előírásainak elegettéve is alkalmassá vált. Az új székek elhelyezésével egy időben megkezdődhetett a névre szóló helyek 5 évre történő lekötése. ...1978 óta a stadion világítása lehetővé teszi esti mérkőzések megrendezését. A 4 pilonon elhelyezett 240 halogén izzó 800 lux fényerőt biztosít. A nappali fényhez hasonló világítás lehetővé teszi az esti televíziós közvetítést. A néző közlekedése a stadion alatt kialakított tágas területen történik. A klubépület alaksorában 4 játékos öltöző,
két játékvezetői öltöző. Edzői szoba. Szertár. És korszerűen felszerelt orvosi rendelő található. A felsőbb szinteken a klub és a létesítmény irodái mellett található az FTC Múzeum három terme. Ezek egyaránt szolgálják a klub összejöveteleit, a létesítmény tárgyalásait, és itt lettek elhelyezve az FTC sportolói által a nemzetközi és hazai sportversenyeken 9 évtized alatt nyert trófeák. A termek egy-egy régi, híres fradi sportolóról lettek elnevezve. Így dr. Csanádi Árpád, Toldi Géza és dr. Lakat Károly nevét viselik. Ez az első magyar klub sportmúzeum. A stadion alatt található a közönség által kedvelt fradi étterem, borozó és söröző. Automata öntözőberendezéssel felszerelt két edzőpálya szolgálja a labdarúgó csapat felkészülését. A 1988-ban került átadásra az új szárnyal kibővített birkózó csarnok. A birkózó szakosztály az FTC egyik legeredményesebb szakosztálya, ideális körülmények között tud a versenyekre felkészülni. Edzőtermek szőnyegekkel. Kondicionáló terem. Sauna. És a hozzátartozó szociális létesítmény áll rendelkezésükre. A Dunapesti oldalán a főváros egyik legfrekventáltabb helyén található az intézmény kajakkenu telepe, melynek teljes felújítása 1989-ben fejeződött be.
Ekkor került kialakításra a szakosztály klubterme. A téli felkészülést az épületben lévő tanmedence és kondicionáló terem biztosítja. A helyszínen található hajóépítőműhely a sporteszközök karbantartásával teremti meg a zavartalan felkészülés feltételeit. Az intézmény 1973-tól a 20. kerületben a Kis-Duna partján üzemelteti az evezős telepet. Itt lettek elhelyezve a sportákhoz szükséges felszerelések és eszközök. Kiszolgáló létesítmények, pihenőszobák, öltözők és kondicionáló terem állnak a sportolók rendelkezésére. A Népligetben az intézmény körülbelül 20 hektáros területén az országban egyedülálló sportközpontot alakított ki, kiváló egészséges környezetben. A Kismartoni úti részen épült fel a labdarúgó utánpótlás központja. Zuhanyozókkal ellátott öltözők és társalgó áll a sportolók rendelkezésére. Az utánpótlás nevelés céljait 4 nagyméretű füves labdarúgó pálya, 1 salakos egy földes valamint egy technikai gyakorló pálya szolgálja. A kézilabda szakosztály sportolási feltételeit 3 szabadtéri pálya, 1 fedett kézilabda csarnok biztosítja. Az 1985-ben épült és 1992-ben felújításra került uszoda egy 50x25 méteres feszített víztükrű versenymedencével áll az úszó és vízilabda szakosztály rendelkezésére. Thank you.
A tanmedencében a gyerekeknek úszó tanfolyamokat tartanak. Szombat délután és vasárnap az uszoda és a szauna a nagy közönség rendelkezésére áll. Az atlétikai szakosztály sportolói részére épült a műanyag borítású fedett futófolyosó. És a centerpálya körül lévő salakos atlétikai pálya. A központi öltözőépületben 17 öltöző áll a sportolók rendelkezésére. Az öltözőépülethez kapcsolódva épült fel a kondicionáló terem, amely a versenysport mellett a tömegsport igényeit is kielégíti. A sporttelep Vajda Péter utcai részén került megépítésre, a körülbelül 1200 négyzetméter alapterületű, jól felszerelt edzőtornacsarnok. A hozzá kapcsolódó iroda és öltöző épület szárnyal. A földszinten büfével és tanfolyami tornateremmel. A sporttelep bejárata mellett helyezkedik el a tetőtérbe építéses, tetszetős megjelenésű kétcsillagos szálloda. A szálloda 34 kétágyas, és 11 négyágyas szobával várja a vendégeket. A hangulatos étterem nyitott terasz, az emeleti bárhelyiség, és a vízsugaras pezsgőmedence minden igényt kielégít. Szerényebb szálláshelyül szolgál a 11 ágyas turista faház. Igényesebb vendégek részére az öltözőépületben találjuk a kétszobás összkomfortos lakosztályt. A sporttelep az igénybe vehető sportlétesítményekkel egyedülálló edzőtáborozási lehetőséget biztosít a hazai és külföldi sportolóknak. A telep műszaki feladatainak ellátására korszerű műszaki bázis áll rendelkezésre.
Az FM kiemelt sportlétesítmények intézménye, Balatonboglári edzőtábora a parttól 100 méterre helyezkedik el. Az ideális környezetben elhelyezett 8 darab háromágyas faház teljes berendezéssel megfelelő kényelmet biztosít. Az apartman az igényesebb vendégek elhelyezésére szolgál. Az üdülő mind a sportolók, mind a klub és a létesítmény dolgozóinak rendelkezésére áll. Biztosítja az edzőtáborozást és a pihenést. A létesítmény 4 Ikarus autóbusszal oldja meg a sportolók rendezvényekre történő utaztatását. Az intézmény az Üllői úti sportelep Gyáli úti és a stadion közötti területére vállalkozás keretén belül új létesítmények építését tervezi. Az 5000 néző befogadására alkalmas csarnok, mely több funkciót tölt be, otthont ad a jégsportnak és lehetőséget teremt labdajátékok rendezésére is. A tervek között szerepel a létesítményeket kiszolgáló műhelyrendszer is. Az FTC 1999-ben lesz 100 éves. Az FM kiemelt sportlétesítmények intézménye azon munkálkodik, hogy az ezredfordulóra az új sportlétesítmények építésével, a régiek korszerűsítésével tovább javítsa a verseny- és tömegsport feltételrendszerét.